101 millió forint állami támogatással mintegy 2200 háztartás és a közintézmények számára vált elérhetővé minimum 30 megabit per szekundum sebességű internet jászfényszarun, jelentette be csütörtökön Solymár Károly Balázs. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a kormány év végéig az ország összes háztartása számára biztosítja a legalább ilyen sávszélességű vezetékes vagy vezeték nélküli internet hozzáférést. 101 millió forint támogatással tudott megvalósulni ez a fejlesztés. Fontos lehetne, hogy országosan egyes területeken maguktól a szolgáltatók nem látták megtérülőnek üzletileg a beruházást, viszont úgy gondoljuk, hogy senki nem maradhat ki a szupergyors internetből, ezért adtuk ezt a támogatást, és ennek segítségeképpen megvalósulhatott a fejlesztés. Az Európai Uniós előírás szerint a szolgáltatás teljes lefedettségének 2020-ig kellene megvalósulnia, ezzel szemben a magyar kormány a fejlesztést idén őszig végrehajtja. Ez 2 év előnyt jelent az unió többi tagországához viszonyítva, tette hozzá az államtitkár. Solymár Károly Balázs hangsúlyozta, szeretnék a magyar embereket a digitalizáció nyertesévé tenni, és a fejlesztések során elért minden nap nyeresség versenyképesebbé teszi Magyarországot. Az alig 1 év alatt kiépített optikai internet hálózattal akár 250 megabites szolgáltatási csomagok is elérhetővé váltak. Pócs János, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, ma már az internet a családok megélhetése, az önkormányzatok működése és a gazdaság fejlesztése szempontjából elengedhetetlen. A város látványos fejlődése mellett is fontos hozzáadott érték ez a beruházás, mely a következő években, évtizedekben meghatározza a település vonzerejét és versenyképességét, tette hozzá a képviselő. A kormány sikerének az alapja az, hogy hosszú távon gondolkodik. Hosszú távon előre gondolkodik. Szoktuk mondani, hogy olykorban élünk, amikor a helyben maradáshoz is futni kell. Amikor hosszú távon előre gondolkodik egy város, egy önkormányzat, egy munkahely, a kormány, akkor a jövővel foglalkozik. Jász-Nagykun Szolnok megyében a 3,2 milliárd forintba kerülő internetfejlesztés 150 ezer háztartást érint. A sajtótájékoztatón emellett bejelentették, hogy Diákháló néven országos digitális iskola projekt indul, amelynek keretében teljes körű gyors wifi hálózat épül ki 5070 általános és középiskolában. Ez a projekt Jász-Nagykun Szolnok megyében 25 ezer diákot érint majd.